Pintér Szilárd az előző ciklusban Csikós Tötös polgármestereként már vezette a Kaposmenti Kistérségi Tanács munkáját. Most Dombóvár csatlakozott a települési szövetséghez, és a járási központ vezetőjeként ismét őt választották a testület elnökéül. Az a társulás, amelyet a kényszer hozott létre 2014. decemberében Dombóvár összeférhetetlen viselkedésének következményeképpen, tavaly választások után összeforrt. Az önkormányzati törvény minden paragrafusát betartva születhetett meg ma az a döntés, hiszen december 31-ig meghoztuk a csatlakozási szándékról nyilatkozatunkat, fél év múlva lehetett ez a társuláshoz csatlakozni, és ma már azon kívül, hogy Dombóvár teljes jogú tagja ennek a társulásnak, mai napon kollégák újból engemet választottak meg elnöknek, amit én ezután is szeretnék nekik nagyon megköszönni. Pintér Szilárd azt mondta, Dombóvárnak eddig is megvolt a felelőssége a járás egészét illetően, ám ez nem privilégium, hanem szolgálat. Az a szakmai háttér, amely ma létrejött azáltal, hogy a társulásban is dolgoznak kiváló vidékfejlesztési emberek, ugyanúgy, mint a dombóvári önkormányzatban. Remélem, hogy ők is össze tudnak fogni, és hatékonyan tudjuk a járást fejleszteni, és komplex módon tudunk gondolkozni, mint a 16 település javát szolgálva. Olyan projektek szerepelnek a tervekben, melyek bár Dombóváron épülnek meg a jövőben, mint az új mentőállomás vagy a szabad idősportközpont, a térség lakóinak egészét fogják majd szolgálni, mondta az újraválasztott kistérségi elnök.